Köszöntöm kedves nézőinket! Az év utolsó közéleti magazinjába a Szombathelyezés műsor vendégeinek gondolatait szerkesztettük össze önöknek. Minden műsort azzal a kérdéssel kezdtem, hogy milyennek látják beszélgető társaim Szombathelyt. Ők aztán beszéltek életterekről, iskolákról, tanítónénikről, parkokról, tánchelyekről, belvárosi focigrundokról, a főtérről, új utcáról, a zsinagóga mögötti új utcáról, hídról, szigetről, és természetesen a villamosról. Ez egy meghatározó, nagyon szép, nagyon bensőséges érzületeket kialakító város. Életterei is vannak. Azt vettem észre, persze ez nyilvánvaló, hogy alakóitól vannak, és alakói szándékának a megvalósulásától vannak ezek az életterek, de mindenféleképpen bélelt, bensőséges, nagyon jó dolog volt itt létezni. Régen is, amikor meglehetősen szegények voltunk, de az egészen gyerekkor, amikor én iskolába kezdtem járni, a híres Szent Imre utcai iskolába, ott tanultam Baltavári Bözsi nénitől, aki egyébként Kis Gyula, kedves Kis Gyulánk nagynénie volt, nagynénikéje volt, mindez később derült ki, a betűket, és az a környék olyan meghatározó gyönyörűség, most is meg lehet nézni, én változatlanul az egyik legszebb pontjának tartom, Szombathely egyik legszebb pontjának a Szent István parkot. Uh-huh. Ez a park lelke van. Egyáltalán a park, mint építmény, mint létesítmény, valami különleges dolog, mert nem erdő, amiben el lehet tévedni, és sűrű, és bizalmatlanságot kelt, de nem is egy mező, ahol minden átlátható, hanem meghitt sarkok lehetnek egy parkban, ahol nincsen sarok, de mégiscsak annyira szépen kialakított, megrendezett terület volt ez, amit a háború kicsit összekuszált. Volt ott egy kioszk nevezetű ilyen létesítmény, ahol táncoltak, és én mindig vágyakoztam arra gyerekkoromban, drága apám vitt arra sétálni, hogy ha táncolhatnék én majd ott. Én úgy kerültem egyébként Vas megyével Győr megyei létemre szorosabb kapcsolatba, zárójel téti születésű vagyok, Győrbe jártam középiskolába, pápám voltam sorkatona, és Szombathelyen élek 1980 óta. Szóval úgy kerültem ide, hogy a nővérem textiltechnikus, és első és utolsó munkahelye a latex, a lakástextil, ami ugye egy fogalom. Szóval, és én még csak hadd mondjak ilyeneket, Éva, hogy Király utcában laktak a nővéremék, már férhez ment akkor, 10 éves gyerekként utaztam Tétről ide, nem, vonatot, még engem géppisztolyos katonák kísértek, aztán utána a géppisztolyosokat felváltották, a civil ruhások feldömölkön szálltak el minden. Mert hogy a 10 éves gyerek, meg ilyeneket kellett felmutatnom a táskámból, hogy meghívó levél, hogy én jöhetek. És a Király utcába, 23, megjegyeztem a házszámat is, pedig már régen nem ott lakik a nővérem, udvarába még fociztunk. Na most, mai Király utca, hol lehet ott focizni, kérdezni? Hatalmas udvarok voltak, a Király utca, Kőszegi utca között, és még fociztam. Az egy szívmerengető érzés, hogy most az unokáimmal a Gyöngyös partján ott teregetem a papírcsónakokat, ahol Hajdanában a gyerekeimmel teregetem a papírcsónakokat. Vagy fölültünk biciklire a 8-10 éves vagy annyi se lányommal, és például ilyeneket mondok még neked, hát ha még számodra is meglepetés, hogy én még emlékszem olyan, hogy kifele, hogy Szőlősfele vagy azon túl megyünk, még voltak vízimalmok.
duzzasztó helyek. Igen, szóval olyan szép, tehát magyarul úgy érzem, hogy mindenki, aki egy városba belép, pláne ha most nagybetűsen használ, polgára akar lenni, akkor be kell lakni azt a várost. Szóval akkor Kálmantól Herényig bebiciklizni, besétálni, szóval csodálatos. Milyen messze... Akármerre sétálok a városban, akár a Gyöngyös parton, akár merre megyek, vagy a főiskolára, a főtéren kötök ki mindig, vagy el sem megyek onnan. Járom körbe, és figyelem az embereket. A kicsi gyerekekkel sétáló szülőket, a kutyát sétáltató embereket, az idős házaspárokat, akik leülnek egy padra azzal az ürüggyel, hogy ők nézelődnek, hol ott pihenni ülnek le időnként. De él a tér, bárkivel lehet beszélgetni, egy pillanat alatt szóba lehet elegyedni. Valóban egy fórum ez a tér. Tehát ha hasonló terek épülnének még a városban, ez jó lenne. És egyszer a karnevál ideje alatt a Sörudvarban, úgy hátra néztem a főtér mögötti területre, ahol romos épületek vannak. Még? Tehát a zeneiskola mögött, teljesen elhagyatott raktárépületek. Ha ott egy utcát lehetne kis vendéglőkkel nyitni. Nekem Komárnó jut eszembe, ahol megépítették az Európai Unió országainak egy-egy jellegzetes típusú épületét. Tehát ott egy valami fajta, jól kitalált, vagy a Vas megyei nem népművészeti hagyományokat, mert nem illik oda, de valaki találni ott egy utcát kis terekkel, és a karnevál szintere is kibővülne, mert így eléggé beszorul. Én mikor először jöttem a zenekarhoz kisegíteni, éppen trombitás hiány volt, és itt voltam egy napot kb., és akkor nem tudtam, hogy mit szeretek, és igazából arra jöttem rá, hogy az embereknek a mentalitása, ami nagyon, nagyon tetszett. Hogy az Budapestet tudom így ellenpéldának adni, hogy ott mindenki arctalanul megy, sétál, és ott alakja elesik az utcán, akkor nem segíti fel senki. Ez itt ilyen kicsit ilyen falusias jellege van, de mégis megyeszékhely, szóval megvan a minden embertípusnak. Tudnám ezt ajánlani, ezt a várost. Nekem volt, hát kölyökkoromban, hogy itt nőttem fel, én az Aranyás utcában születtem, tehát itt a Szent István parkig, a Galgony utcának a parkja, az gyakorlatilag egy napi szintére volt a létezésemnek, mert ugye szerencsés alkat folytán iskolába hazajöttem, leraktam a táskát a sarokba, aztán kicsaptam magam az utcára, és akkor ez a két park, ez biztos, hogy ott volt, tehát abban az időben tényleg nagyjából tudtam, hogy hol lehet a legjobban focizni, hol állnak úgy a fák egymással szemben, hogy kaput lehet belőlük csinálni. Tehát azért ez meg most volt. Most milyennek látod ezt a parkot, ezt a részt, ezt a városrészt? Nagyon rég jártam erre, édesapám még itt lakik, de ritkán találok bele. De alapjában úgy gondolom, hogy a megmaradt szerencsére Szombathely Zöldszívének ez a terület, tehát ez egy kifejezetten jó történet, ahogy most a csónakázató felújítás és minden egyéb, úgy gondolom, hogy nem is felújítás, ez úgy elhoz ide az egész kialakítás, amit most történt, ez egy nagyon fontos lépés volt. Nagyon örülök végre annak a hátsó hídnak, mert gyakorlatilag azért ez nem volt egy egyszerű dolog, hogy ha valaki át akart jutni a túloldalra, akkor meg kellett kerülni az egészet, most a szigeten azért át lehet sétálni. Például ez is úgy gondolom, hogy ideje volt egy ilyen történetnek. Nagyon jó, hogy megcsinálták azt a kis lehet, kreatív... Nyaranként ti is tudtok esetleg fellépni, és hát, ilyen kisebb igen, nyári nekünk, hát mindenképpen vissza kéne állítani a szigetnek azt a fajta renoméját, ami a kezdetben 78-as évben meg volt, hiszen én magam hallottam ott a zenekart, amikor még nem voltam tagja, és talán még az utolsó évben, talán 89-88, akkor talán még játszottam is. De azután egyébként a szigetre már nem nagyon kerültünk oda. Most, hogy ki van tisztítva, szép, gyönyörű, levegős, erre is milyen furcsa volt, amikor azt mondtuk, hogy milyen barbárság, úgy leírtad azt a gyönyörű természeti... És kiderült, hogy olyan emberek csináltak, akik értenek hozzá. Tehát lehet, hogy ez sosem baj, hogy olyan ember nyúl hozzá, aki ért hozzá. Én ezt a villamot... Semmilyen kicsit rácsolódott, én már nem gondolom, neki ez most tetszik. Én felül. Én, ha rajtam múlott volna... Ez nem, lehet, hogy nem... Akkor lenne egy ilyen egyedülálló nosztalgia villamos. Máshol is megvan, de tényleg a nosztalgia villamosként... Hát, mondjuk el tudjátok képzelni, hogy egy rövid szakaszon oda-vissza menne egy ilyen nosztalgia jellegű dolog. Gondoljunk bele, nem volt azért az annyira hosszú. Tehát most elindulok a Kávelet, elmegyek a vasútállomásig. Most gyakorlatilag ez sétában jelent mondjuk 35 percet, ha
és akkor nem siettem nagyon. Most ezt 40 perc alatt és alapján szépen végigment. Kicsit lassan, igazából meg is állt jó. Igazából most, hogy már rendbe rakták a Kálváriutat, megcsinálták azt a szép teret az evangélikus templom előtt. Gyakorlatilag, hogy a főteret is megcsinálták most olyan, hogy abszolút egy közösségi térként tud működni, tehát azért ez jóval jobb, mint ami akkor volt, amikor a buszok ott mentek körbe-körbe, a taxik és minden egyéb. De azért a villamos ebbe lehet, hogy beleférne. Szóval nézzük meg azért... San Franciscóba se tölt be más szerepet. Nem, vagy nézzük meg azért Miskolcon, Szegeden, mindenhol megmaradtak. Büszkék vagyunk épített értékeinkre, amelyek messzi országok polgárait is ide vonzanak Szaváriába. Örülünk annak is, ha a ma építészei alkotnak maradandó műemlékeket a jövő számára. És büszkén ünnepeljük a kerek évfordulókat. Az Ízeum például 60 éves születésnapját ünnepelte az idén. Újra születésének 60. évfordulóját. Vendégeink így vélekedtek az idegenforgalmi látványosságról. Az izommal azért nagyon korán találkoztam alapjelvűen gyerekkoromban, mert a nagyszülőm meg ugye itt értek Szombathelyen, és az édesanyám is az izomi szabadtéri játékokba nőtt föl, úgyhogy az izom számomra mindig egy fogalom volt, és ahogy a régészettel elkezdtem foglalkozni, természetesen az egyik nagyon fontos leletegyüttes lelőhely volt az izom az életemben, de 2010. szeptemberében hívott vissza Sosztorics Otto kollégám és nagyon jó barátom, aki kérte, hogy jöjjek vissza, és oldjuk meg az izom tímmel együtt ezt a feladatot, hogy az izomot felépítsük, és azt kell mondanom, hogy a kollégák nélkül és Otto nélkül ez szerintem nem jutottunk volna el idáig, és nagyon is büszke vagyok rá, hogy velük együtt dolgozhatom. A képtáravatási ünnepségen emlékszem rá, hogy olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy mi tartottuk azt a párnát, amin a szalagok átvágása után ezek a kis szalagocskákat elhelyezték, és akkor csodálkoztam rá, hogy körbenéztünk, hogy milyen csodálatos környezetbe került ez a képtár. És pontosan akkor csodálkoztam elsőként rá magára az Ézeumra, és hát ez a élmény azóta is megmaradt. Nem is csak az Ízeumról, hanem vele együtt szeretnék néhány szót a zsinagógáról mondani. Ugye zeneiskolásként, mikor még nagyon pici gyerekként átköltözött a zeneiskola az új épületébe, még akkor ugye a zsinagóga még zsinagóga volt. Az Ízeum az olyan roma, amilyen. És hát a szolfézs és a hegedű óra között volt körülbelül egy másfél órám, amíg nem volt értelme hazamenni, és ott bolyongtam. Hol az Ízeumba, hol a zsinagógába, fölmentem a zsinagóga tornyába, így fantasztikus élmény volt. Aztán persze jött az első varázsóla, vagy nem biztos, hogy az első, nem tudom, nagyon kicsi gyerek voltam még, de hát mivel a zene ott volt a családban, ezért a szüleim elvittek az egyik előadásra. Nagy élmény volt, ahol valószínű láttam azt az Erkel kórust, amelynek aztán később tagja lettem, csak ezt akkor még nem tudtam. De nem csak te, a család is. Igen, és aztán középiskolásként a Vas megyei múzeumok igazgatóságánál dolgoztam nyári munkásként, és ott ástunk néhány barátommal, végeztünk ásatásokat. Ez még a képtárépítést megelőző munka volt. Hát az is nagy élmény volt. Egy középiskolánk is születésnapját ünnepelte az idén. Múltja és a neve, amely a városhoz szorosan kötődik, ma egyben márkát is jelent. 60 éves a Szavária szakközépiskola. Milyen jó volt a névválasztásunk? Amikor erre a jubileumi ünnepségünkre készültünk, akkor tulajdonképpen rádöbbentünk, hogy mennyiszer változott a nevünk. Mennyiszer változott a képzési profilunk. Egy dolog nem változott, hogy maradtunk Szavária, és a másik pedig, amit itt éppen említettem, hogy tulajdonképpen mindig igyekeztünk a munkaerőpiacnak megfelelni. 55-ben, amikor indultunk, akkor kiművelt emberfőkre volt szükség, gimnáziumként nyitottunk. Változott a világ, érettségizett szakemberekre volt szükség, technikusokra volt szükség, a mérnök és a szakmunkás bázis közé. Akkor átalakultunk műszaki középiskolává, főként a közlekedést
szolgáltuk ki, vasútgépészetet, autószerelőképzésünk egy nagyon hagyományos képzés, és tulajdonképpen haladtunk előre az időben, amikor volt az úgynevezett nagy boom, megnövekedett a gyereklétszám, akkor ismételten felvettünk gimnáziumi profilt. Bekerült a rendszerbe a rendészeti képzésünk, mint igény. Új képzésként a logisztika, ami gyakorlatilag ismételten a munkaerőpiac hívta életre. Tehát talán ez a két pillér, ez a két dolog az, ami jellemzi az iskolánkat, az egyik az állandóságunk, hogy itt vagyunk, és én úgy gondolom, hogy talán már márkanévként működik ez, hogy Szavária. Tehát én talán a megyében, a városban, ha valakinek középiskola vagy iskola néven azt halljuk, hogy Szavária, akkor azért talán megjelenik mögötte a minőség is. Pihenésképpen nézzünk és hallgassunk meg egy gyönyörű felvételt, amely a szombathelyi evangélikus templomban készült. Telemann D-dur koncertója következik, akik játsszák Tomena István trombita, Baldauf Veronika és Völgyi Bálint oboa, Halasi Sándor cselló és Lakner Bognár Nóra orgona. Szombathely kulturális életét azok a csoportok teszik színessé, gazdaggá, akik több évtizede formálják is a kultúra fogyasztóit, értéket adva Szaváriának. Kórusok, tánccsoportok, színpadok, újságok, rendszerváltó klubok, felsőoktatás, ahol nagy szerepe volt és van egy művelt embertípus nevelésének. Vannak persze észrevételek, nagy álmok is, egy akár 600 férőhelyes koncertteremre is, de azért a realitások mindig meggyőzik az álmodozókat. Itt van a Ferrum, 100 éves, és akkor még bizony nem volt színház, és tette a dolgát, színházi előadásokat adott Szombathelynek, azzal a céllal is, hogy előkészít, hogy felkészít, hogy képessé tesz színházi élményeket nyújtó előadások befogadására. Tehát, hogy neveli a közönséget. Aztán, és ez jó hosszú ideig tartott, aztán
nem volt kilátás arra, hogy színház lesz, és akkor vállalta, hogy ő maga teszi ezt, és nem színházat készít elő, hanem színházat csinál. Amatőr módon, amatőr szinten, és ezt én magasrendű jelzőként emlegetem itt, vagy használom itt. Nagyon érdekes volt például egy-egy kórus. Kedves, sajnos meghalt kollégánk, a Horváth Rezső olyan kórus kultúrát produkált Szombathelyen, meg is van a folytatása, és énekelnek a népek. Az első élményem pici gyerekkoromba kötődik az Erkel kórushoz, csak annyi maradt meg bennem, hogy szépen öltözött bácsik és nénik nagyon szépen énekelnek. A következő élményem, hogy nem volt olyan városi ünnepség, ahol ne jelent volna meg az a bizonyos Erkel kórus és egy bizonyos Horváth Rezső, aki teljes odaadással vezényelte és irányította ezt a kórust. Tehát ezek voltak igazából az első komolyabb élményeim az Erkel kórussal. Kórusban magam is énekeltem, én a Hajba Feri bácsinak a kanizsais kórusában énekeltem végig a 4 gimnázium évet, és nagyon szerettük, és nagyon kellemes élményeim kötődnek és a kórusban éneklés. Működik a régi kórus, ugye? Tehát igen, most nem vagyok per pillanat tagja, de valóban még működik ennek a kórusnak egyfajta maradványa. Igen. Én nagyon érdekesen kerültem a kórusba, megmondom őszintén, mert 8 éves koromtól folyamatosan egy-két középiskolás évet leszámítva énekeltem valamilyen kórusban. Általános iskolai kórus, aztán zsenesz, aztán jött egy rövid kis időszak, aztán főiskolai vegyeskar, aztán a főiskolai vegyeskar után jött 1984-ben nekem az Erkel kórus. Méghozzá azért, mert megismertem egy hölgyet, és az egy biztos találkozási pont volt, mert ő akkor már 5 vagy 6 éve volt tagja a kórusnak, és mivel a kórus éneklés nem állt távol tőlem, a főiskola vegyes karából akkor már, hát ugye külsősként az ember azért kiöregedett, és megtaláltam így az Erkel kórust, ami aztán azóta is az egyik szívem csücske. Működött az Új Tükör Klub a főiskolán. Az Új Tükör Klub egy nagyon jelentős rendszerváltó kulturális heti lap volt, és meghívtuk a jeles újságíróit. És ez nyitott program volt, művészeket, akik megjelentek a labban, és ezt a hallgatók szervezték, csak egy-egy tanárnak ott kellett mellette lenni. Tehát egy olyan embertípus nevelődött ki a népmerő művelődés szervező képzés során, akinek volt köze egy adott településhez, az ott élő emberekhez. Én ismerte a lélektan sajátosságait, a társadalmat mozgató rúgókat, és elkötelezve, mellettük állva próbált vagy együttműködve szervezetekkel, vagy keményen ütközve, mert egy nagyon rebellis fajta népnevelő, amit az ügy megkívánt, ahogy éppen tenni kellett, de egy település arculatát meghatározó kulturális életet varázsolhattak, nem maguk, hanem az embereket segítették hozzá, hogy a saját településükben közéleti szerepet vállaljanak. Nagyon érdekes, hogy ez átível generációkon a művészetnek a szerette úgy, hogy valakiből egyáltalán nem lesz művész. A mi családunkban például édesanyám ugyanabban az Ungareszkában kezdett el a Hőszegi gimnáziumban táncolni, amiben aztán a fiam, aki most éppen közgazdásznak tanul, semmi köze a művészetekhez, 10 évet eltöltött. Jó magam kórusban énekeltem, amatőr színpadoztam, és úgy gondolom, hogy mindenkinek komoly töltetet adott. Az értékeknek a képviselése és az értékeknek a megszeretése. Tehát azt, amikor a film, amit én annyira nem az én szakágam, mondjuk a kortárs művészetek, de hogy Bécsbe el szeretne menni, vagy Budapesten, természetes az, hogy egy múzeumba elmegyünk, és hogyha vagy elmegyünk egy hangverseny, és amikor a szimfonikusoknak ugye le lett mondva a hangversenye, mert azt hiszem egy héttel előbb volt, a kisebbik fiam teljesen kétségbe volt esve, és a könnyei csorogtak le. Szóval ez azért egy olyan öröm az anyának, hogy azért mégiscsak át tudott valamit adni annak a kis 10 éves fiúnak.
Azért kéne a nagyobb koncerten, mert akkor gyakorlatilag sokkal könnyebb lenne még több ember becsábítani. Ugye uh-huh. az a problémánk, hogy ebben a 370 fős koncertteremben, uh-huh. ha van egy hangverseny, akkor bejön 370 ember. És lehetséges, hogy egy adott programba be tudna jönni még 600 is, viszont még egyszer már nem tudom megismételni uh-huh. a hangversenyt, mert annak ugye megvannak azok a financiális uh-huh. kötelezettségek, amiket nem lehet vállalni. Tehát ezért örülnék, ha nagyobb lenne. De ugyanakkor talán ez is generálna egyfajta fejlődést. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy rengeteg dologból lehet választani. A kulturális intézményeink megújulva, megszépülve várják a látogatókat. Megszerettük valamennyit, és szívesen fogadjuk az innovatív gondolataikat, amelyekkel egy-egy esemény, rendezvény megszervezése során meglepnek bennünket. Ami örömteli, az a múzeumok egyre színesebb kínálata. A kulturális nevelésben, identitástudat kialakításában, és még hol van a szerepe a múzeumoknak? Az értékek megőrzésében. Tehát a múzeumnak egyébként is feladata volt évezredeken át, hogyha a múzeumot, mint mindig az értékek megőrzőjének tekintem, és a gyűjteményeket mindig egy olyan helynek, ahol a kulturális emlékeink folytatódhattak, akkor ezt a szerepet tölti be most is a múzeum, és ezt az értéket a mai modern nyelven átadni, hogy megértsék a fiatalok. Természetesen minden generációnak és minden korosztálynak be kell ezt mutatnunk, és éppen ezért a múzeumnak különböző intézményeiben, még a múzeumok intézményen belül is különböző fajtájú megjelenítései vannak ezeknek az értékeknek, és ez szerintem fontos, hogy mindig más embert hívjunk be, más érdeklődésű embert hívjunk be. Azt kell mondanom, hogy pont a diákok azok, akik szerencsére a múzeumpedagógiai programjainkon keresztül az utóbbi két évben nagyon intenzíven látogatják a múzeumot, pont az idejében. Te ezt most nem azért mondod, ugye, nem, nem arra, hogy pedagógusok ülnek szemben, és meg akarod dicsérni őket. Nem. Tehát tényleg így látod, hogy azért az iskolák diák, nagyon odafigyelnek? Igen, 15 000 diák látogatta meg 2015-ben a múzeumunkat, uh-huh. és még nem zártuk le az évet, szóval szerintem azért ez egy olyan jelentős szám, ami felbesdítette azért az érdeklődést a diákokban, és ami a legjobb és a tényleg a legcsodálatosabb az egészben, ezt mint a Szavária Múzeumban, mint az Izomban megéltem nem egyszer, hogy a diákok, a gyerekek, az óvodás gyerek elhozta a szüleit. És azt mondta, hogy igen, ezt meg kell nézzetek, mert én itt voltam, és hogy ez miért érdekes, és a szülőkkel eljöttek hétvégén. Én úgy gondolom, hogy ennek a mai generációnak, az Z, illetve Y generációnak központi téma az élmény, hogy élményhez jusson. Kijusson abból a bizonyos kis komfortzónájából, ami az osztályterem, illetve a különböző kis műszaki kütyüjei adnak, és rácsodálkozzon valami másra. És rá tudnak csodálkozni valami másra. És hogyha ez összekapcsolódik azzal, hogy esetlegesen a város múltját, vagy éppen a természeti környezetét egy teljesen más aspektusból látja meg, akkor már célt értünk. És még egy nagyon fontos dolog, ami nekem is egy nagyon pozitív élmény volt, hogy néha a saját városunkat egy kicsit turista szemmel megnézni. Nekem ez egy adalék volt, hogy a családunk egy bizonyos tagja megkért engem, hogy turistaként vigyen végig a városba, ő az ország másik végén él, és én úgy sétáltam vele végig a város, többek között az új Ízeum látogató központot is, mintha turista lennék, uh-huh. és hihetetlen élmény nyújtott. Érdekes. Nagyon fontos ennek a mai fiatal generációnak, hogy megfoghassa, ő maga is csinálhasson valamit, hogy fölvehesse azt a ruhát. Akkora élmény a gyerekeknek, utána egyéb más területeken is találkozom velük, és mesélik ezeket az élményeket, hogy fölvehette. Ugye készülnek fotók erről, és akkor megosztják a közösségi portálokon, ami viszont ingyen reklám a múzeumnak is. Meg föltesszük az iskola honlapjára. Igen. Itt jön az új és a régi. Szinte valamennyi műsorban feltettem a kérdést vendégeimnek, hogy hogyan tovább Szombathely. Mert a vízió ugyan a jövőbe mutat, de a jelenben fogalmazódik meg. Számba vettük az értékeinket, viszonyítottunk más városokhoz, a világhoz, és érdekes módon mindig a múltra építve, abba kapaszkodva beszéltünk a jövőről. Íme. Igazán közel attól került a szombathelyi lakosokhoz a maguk öntudata, hogy volt egy saját
főiskolájuk, amit kitermelt, kitámogatott, és megcsinált Szombathely. Nagyon szeretem a régi Szombathely képeket néha így átnézegetni. És van, amikor valaki a Facebookra egy hirtelen oda löki, és akkor így véglapozom 50 képet egymás után, és bizony az, hogy a két háború között, de még inkább az első világháború után a Jeszli Szűcsnek neon reklámja van a főtéren. Utána Szombathelyt majdnem csúnyán mondtam, hogy hát rongyá bombázták. Pont az általad szeretett belváros kapott sok... Igen, és azért mondtam az irigységet, hogy ahol pénz volt, meg erre fektettek rá, például mondjuk jártam Németországban nem egy helyen, amit szintén nem, hanem rongyá bombáztak, és akkor ugyanolyan állapotban van, mint a középkori állapotban. Münster ugyanígy, nálunk meg ott vannak mind a mai napig a foghíjak, illetve hát megkérdőjelezhető esztétikai értékű épülettel hiánypótlás. Nekünk gyakorlatilag most úgy gondolom az összes római kori emlékünk, meg a főtérnek, például a császárkő, meg az a környéka. Tehát nekünk ez erre van kiegyezve, a 2000 éves múltunkra van kiegyezve a városmarketingünk, ami egyébként nem baj, mert tényleg, hát nincs más. Nincs más olyan szintű dolog, amit fel. Ezt mutassuk fel ezt, legalább annyira, mint most. Több végszót is találtam a beszélgetések visszanézése során, most a legrövidebbel köszön el Benke Éva. Hadd azzal búcsúzzunk esetleg, hogy meg kell teremteni ezeket a közösségeket, meg kell teremteni a szeretés lehetőségét, az egymás szeretésének a lehetőségét, hiszen, mondja Tóth Árpád, az öröm illan, nincs neki. Kedves nézőink, incsünk búcsút 2015-nek, ám előtte tiszta szívvel várjuk az örömhírt. Munkatársaim nevében megköszönöm egész évi figyelmüket, és bízom abban, hogy egy sikeres új esztendőben is szolgálhatjuk Önöket úgy, ahogy azt Önök szeretnék. Ehhez mindösszesen annyit kell tennünk, hogy 2016-ban is bánjunk jól az idővel, a szeretettel és az örömmel. Viszontlátásra!